különleges hangszereken csendültek fel középkori dallamok, mindehhez pedig Pilinszky János versei társultak. Turek Miklós versmondó és a Kosbor Trió verszenei előadását élvezhették a Vörös Marti Mihály Művelődési Központba látogatók. Az alapfelállás, én abban nem voltam benne, mert nagyon pici voltam, azt szerintem 89-ben alakult, még a nagyon régi Kaláka Fesztiválon a Diósgyőri Várban. Lett az 6-tagú, 7-tagú, aztán most éppen trió, néha ez is kiegészül. Hát de tulajdonképpen úgy számoljuk, ez 32 éve létezik. Ez az állandó, hogy verseket, hogy éppen miket az változik, de vers megzenésítés az a közös nevező. Verset megzenésíteni mindig egy érdekes kihívás. Tehát a vers az olyan, mint egy dalszöveg, és mégsem. Tehát nem szabad beleesni bizonyos csapdákba, amiket ki kell kerülni, hogy túlságosan rá segítünk az értelmezésre, mindig egy kicsit ellen kell tartani, ettől érdekes. Aztán tehát a klisék kerülgetése ez ebben a nagy kihívás ebben az egészben. Lakulva siet, a rózsatő is ideges mosolyra. A trióban a szaxofon nyers ereje egészíti ki a landgitár lágyságát, a gadulka és a kavola érzékeny megszólalását az ütőhangszerek életereje teszi teljessé. A Kosbor Trió világzenét játszik, de saját műfaját szózenének becézi, hiszen versekből indul, és a vershez tér vissza dalaik minden egyes hangja. Valóban zenélnek itt a Pilinszky szavak, dallamosan, ütemesen, olykor barbárul, ahogy ehhez a mennyet poklot járó költészethez illik. Pilinszkyt nagyon-nagyon nehéz megfogni. Tulajdonképpen azért is kezdtük ezt, hogy Pilinszkyt megzenésíteni, ami ennyire tömör anyag ezt így kibontani, és valamiféle elidegenítő, eltávolító effektus kerestünk ebben a dologban. És valahogy talán így sikerült a spiritualitás felé elmozdítani ezt a dolgot. Turek Miklóssal, és már nagyon-nagyon régóta ez így egyben egy est, egy ilyen vers zenei est. 2010-re vagy 2011-re emlékszem, nem, 11 volt az igen, amikor Pilinszky 90. születésnapján, akkor rengeteget. Hát a tavalyi százon ugye annyit nem sikerült sajnos a vírus miatt, de azért akkor is volt egy-kettő, de mondjuk az elmúlt 10-12 év során hát rengetegszer, nem tudom megszámolni, hányszor adtuk ezt el. Féregnek lenni mit jelent? Féregnek lenni mit jelent? Vágyakozni egy tekintetre, egy olyan hosszú, nyílt szembesülésre, ahogy csak Isten nézi önmagát. Talán inkább idősebbek járnak ilyenekre, de előfordult már, hogy fiatalok töltötték meg, még a régi budapesti Gödörben, amelyik egy legendás hely volt, ott például fiatalok töltötték meg. Amikor Budapesten kívüli helyszínekre érkezünk, akkor általában idősebbek jönnek, de néha iskolákba is megyünk, és olyankor az iskolások is hallgatják. Tehát végülis a gyerekekhez is eljut, hál' Istennek. A gyenge vagy, régen valakkor, ágyban, párnák közt, utcazajban, iszonyú lenne felriadnom.